Két hetes szünetet követően folytatódnak a bajnoki küzdelmek a QHB Eger számára. Pénteken a Vecsés vendégeként majd Üllőn lépünk pályára. Hogy látod az esélyeket? Milyen volt ez a két hét? Hogyan tudtuk felhasználni? Hát az első hét az mindenképp a pihenésről szólt. A hétfőtől kezdődően pedig hát készültünk a Vecsésre. Sajnos sokan lebetegedtünk, így megnehezítette ez a felkészülés, de 100%-osan megyünk a meccsre, és a két pontot meg szeretnénk szerezni. Mi az, ami szerinted eldöntheti a meccset? Mennyire ismertétek már ki a vecsésieket, hogy mi az, amire esetleg érdemes felkészülni? Hát nagyon hajtós csapat, nagyon sokat egyegyeznek, erre készülünk és készültünk. A videón Edi elmondta, hogy mikre kell figyelni. Hajtós meccs lesz, hát többet kell lőnünk egyen, mint az Vecsés, és meg vagyunk.